Köszöntöm a Kultuszoba nézőit! Át kell értékelni a magyar oktatásügyben a nyelvi képzéseket, mert ezek nem a kommunikációra teszik a hangsúlyt, mondta Ritter Imre, a Magyar Országgyűlés német nemzetiségi képviselője, azon a szekszárdi konferencián, ahol az oktatás időszerű kérdéseire keresték a választ. A képviselő azt mondta, olyan rendszert sikerült kidolgozni, mely biztosítja a nemzetiségi nyelvtanárok anyagi megbecsülését. A nemzetiség szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír az a pedagógus program, melyet beindítottunk, mondta Ritter Imre, az országgyűlés német képviselője. Az elmúlt 2 év után pozitív visszajelzések érkeznek, nő a létszám a nemzetiségi pedagógus képzésben, ami a ma tapasztalható viszonyokban egy rendkívül örvendetes tény. A program 3 pilléren nyugszik. Egyrészt a meglévő, pályán lévő nemzetiségi pedagógusok fokozott megbecsülése, ezt elsősorban a nemzetiségi pótlék emelésével próbáljuk elérni. Most már 3-szor emeltük a nemzetiségi pótlékot, 18. január 1-től 10-ről 15%-ra, ez év január 1-től 15-ről 30%-ra, és 2020. január 1-től 30-ról 40%-ra, illetve bevezetünk 2 új jogosultsági kategóriát is, ami azt jelenti, hogy minden nemzetiségi pedagógus bekerül a pótlékrendszerbe, aki akár 1 órát nemzetiségi nyelven oktat, nevel, egy differenciált, alacsonyabb pótlékkulccsal. A másik nagyon fontos dolog az a nemzetiségi pedagógus képzés, hiszen óvónőknél több mint 40%, a tanító tanároknál nem is tudjuk pontosan, hogy hányan hiányoznak. Erre most lesz egy országos felmérés. Ennek érdekében bevezettük a nemzetiségi pedagógus hallgatói ösztöndíjrendszert, amely tavaly szeptember 1-től az óvodapedagógus első évfolyammal 84 emberrel indult. Most szeptember 1-től már az óvodapedagógus mindhárom évfolyam és a nemzetiségi tanítótanár szaktanár első évfolyamon összesen 317 fiatallal kötöttünk szerződést. Jövő szeptember 1-től pedig ki lesz terjesztve a nemzetiségi tanító, tanár, szaktanár mind a 6 évfolyamra, tehát körülbelül 7-800 fiatallal fogunk ösztöndíjszerződést kötni. Ennek a célja az, hogy nagyobb számban jelentkezzenek, és lehetőleg nemzetiségi nyelvi, minél jobb nemzetiségi nyelvi tudással, kompetenciával is, hogy minél hamarabb ezt a jelentős hiányt pótolni tudjuk. És a harmadik lába ennek a programnak, hogy nyilvánvalóan a képzéshez olyan képzőhelyek kellenek, egyetemek, főiskolák, olyan személyi és tárgyi feltételek, ezért idén már a 8 óvónő képző egyetem főiskolának összesen 100 millió forint célzott támogatást adtunk. 2020-ban már a nemzetiségi tanító tanárképzést végző egyetem, 10 egyetem főiskolának fogunk szintén anyagi támogatást adni, és természetesen az anyagi támogatás mellé célzottan megköveteljük azt is, hogy mind a bemenetnél, a kezdetnél, mind a diploma kiadása előtt, a zárásnál olyan minőségi követelményi szintek legyenek, amelyek biztosítják, hogy a nemzetiségi pedagógusok valóban tökéletesen beszélik a nemzetiségi nyelvet, és alkalmasak arra, hogy a gyerekeinket úgy neveljék, oktassák, hogy a magyar mellett a német szinte második anyanyelvük lehessen. A nyelvi képzések területén általános problémák vannak, értékelte a helyzetet Ritter Imre. Megítélése szerint a nyelvtanulás egész rendszerén nagyon kéne változtatni, annak érdekében, hogy valóban használható képzéseken essenek át a gyerekek. Az egész magyar nyelvoktatás rendszere, én pontosan látom, mert a 3 kisebbik gyermekem az osztrák iskolába jár. A Gergely, aki most volt 8-os, a 70 gyerekből a 60%-a felsőfokú német nyelvvizsgát tett 8-ban, a 40%-a középfokút, és erre lehet azt mondani, persze, mert ott a magyar nyelvirodalmon kívül mindent németül tanulnak, és ez igaz is, de angolból is a gyerekek több mint 40%-a középfokú nyelvvizsgát tett, és az angolt ugyanúgy 5-ben kezdik, mint bármelyik magyar iskolában. Én még nem találkoztam olyan magyar iskolával, ahol a gyerekek fele 8-ban angol középfokú nyelvvizsgát tett. Tehát szerintem az egész magyar nyelvoktatásnak egy alapvető problémája, hogy elsősorban a
a grammatikára, a nyelvtanra összpontosít, és nem segíti, nem neveli rá a gyerekeket arra, hogy a nyelv az a kommunikáció eszköze. Nagyon sok olyan ismerősöm van, de szerintem mindenkinek a saját ismeretségi körébe, aki még akár rendelkezik is egy középfokú nyelvvizsgával, de nem mer megszólalni gyakorlatilag. Hát én azt gondolom, hogy egy abszolút váltás kell a magyar nyelvoktatásban ahhoz, hogy a nyelvoktatás eredményeként valóban élő nyelvet kapjanak a gyerekek. És én szerintem lassan az egész oktatási rendszer is látja azt, hogy jelentősen javítani kell. Visszatérve a német képzésre, az országgyűlés német képviselője arról beszélt, érezték a lehetőségét, hogy a jól képzett nyelvtudásban járatos pedagógusok piacképesek lesznek külföldön is. Ezért kötünk szerződést az egyetemen főiskolán a hallgatókkal, ahol egyetlen kitételünk van, hogy az egyetemet főiskolát befejezve magyar nemzetiségi köznevelési intézményben nemzetiségi pedagógusként dolgozzon legalább annyi évet, mint ahány évig ösztöndíjat kapott az egyetem főiskola alatt, illetve ösztöndíjat kívánunk adni a pályakezdés éveire is. Én azt gondolom, ez már olyan mértékű, ahol minden fiatal át fogja gondolni, hogy van-e értelme itt hagyni családját, rokonságát, egyebeket, és felvállalni egy más életmódot, hiszen ha látja, hogy komoly támogatást kap a főiskola egyetemi évei alatt, komoly támogatást kap a pályakezdéshez, ha látja, hogy a nemzetiségi pedagógusokat kiemelten támogatják, mint pedagógus is. Szerintem azért az, hogy valaki mondjuk egyetemistaként egy évben kap 750 ezer forint nettó támogatást, aki kap egy évben több mint 1 millió forint nemzetiségi pótlékot, azért ezek már olyan összegek, ahol érdemes átgondolni, és én bízom benne, hogy ennek komoly eredménye lesz. A 8 nő című bűnügyi komédia Európa leggyakrabban játszott darabjai közé tartozik. Most a Szekszárdi Német Színház is a műsorára tűzte a hol komikus, hol feszült egy színdarabot, amit Robert Thomas írt. A bemutató november 19-én lesz a Szekszárdi Színházban. Ott jártunk az egyik próbán. Schritte! Draußen im Garten! Das ist der Mörder, der wiederkommt! Újabb látogató érkezik egy fél első vidéki birtokon álló házba, ahol már összegyűlt a család. A hangulat azonban igen feszült, ugyanis a családfőt holtan találják. A házban tartózkodó 8 nő röviddel ezután arra is rájön, hogy a hó teljesen elzárta őket a külvilágtól. Nyilvánvalónak látszik tehát, a gyilkos köztük van. Kein Telefon, kein Wagen, ein anderer Schlüssel. Eine hier arbeitet gegen uns. Jeder von uns hätte den Schlüssel verkaufen können. Marcel! Mach die Tür auf! A 8 nő című bűnügyi komédia Európa leggyakrabban játszott darabjai közé tartozik. 2002-ben filmesítette meg François Ozon. Az alkotást többek között európai filmdíjjal is kitüntették. Most a Szekszárdi Német Színház is műsorra tűzte a hol komikus, hol feszült színdarabot, amelyet Robert Thomas írt. Lotz Katalin Madame Chanel-t, a szakácsnőt játssza a darabban. Mindenki fontos a történetben, és egészen a végig nem is derül, hogy tulajdonképpen ki a gyilkos, és mindenkit gyanúsá tesznek a többiek, mindenkiről kiderül, hogy hazudik valamiben, tehát tulajdonképpen nehéz rájönni, hogy hol is van elásva az a bűnügy. Mindegyik szerepnek megvan a maga kis életrajza, amit mi megbeszélünk a rendezővel, kitaláljuk, ugye, hogy viszonyulnak a többi szereplőhöz. Itt nagyon fontosak, mivel ez a 8 nő egy házban van, és ebből 6 folyamatosan együtt is él, a viszonyok, a múltak, amik nem minden jön elő, de hát mi azért ezt megbeszéljük, meg kitaláljuk, meg ott van az egész játék alatt. A főszereplő Christian Becker, aki még ilyen domináns szerepet soha nem játszott. A szerzőnek az volt a célja, hogy Gabi legyen a központi figurája a történetnek, de ebben a rendezésben nincs annyira kiemelve az ő szerepe, hanem ő is csak egy szereplő a többi között. A történet attól izgalmas, hogy mindenkinek lenne indítéka a gyilkosság elkövetésére. Alibijük pedig egyiküknek sincs. Ezért elkezdenek vádaskodni, és titkok kerülnek a felszínre, és hazugságok lepleződnek le.
A rendezőnek és a főszereplőnek is feltettük a kérdést, mi is a darab üzenete számukra. Meine ganze Familiengeschichte mal in Frage zu stellen. Familie ist ungeheuer schwierig. Christine Becker azt mondja, neki saját családja jutott erről a darabról eszébe. Úgy véli, egy család rendszere sokszor igen abszurd. A rendező pedig úgy véli, hogy az alkotás fő mondani valója az, hogy a családban élni elképesztően nehéz dolog, de gyönyörű, ha ez az embernek sikerül. Természetesen vicces is ez a darab, mint általában a komédiák vagy a krimik. A színdarab abból táplálkozik, hogy történik egy bűncselekmény, és be vannak zárva az emberek, ami nyomasztó. Fontos tudni azonban, hogy ez a darab az 50-es években íródott, amikor a férfinak teljesen más szerepe volt egy családban. Ezek a nők össze vannak zárva, és ahogy kiderül majd, mindegyik függ a meggyilkolt családfőtől. A szerzőt az érdekelte, mi történik akkor, ha ennek a világnak az irány nyitóját kiveszik a rendszerből. A szerző szerint ilyenkor minden nő hisztérikussá válik, mi egy picit másként látjuk ezt. Úgy tapasztaljuk, hogy ha ennyi nő, ennyi ember bajban együtt van, akkor előjönnek a múltbeli sérelmek, amiket aztán lehet tisztázni, és valamilyen fajta szolidaritás, összetartás alakul ki közöttük. Jön egy új lehetőség. Izgalmas kérdéseket feszegett tehát a 8 nő című bűnügyi komédia, aminek premierje november 19-én lesz a Szekszárdi Német Színházban. Képeslap gyűjteményt vásárolt a Szekszárdi Wosinski-Mohr megyei múzeum. A képeslapok a Tolna megyei településeket ábrázolják. A gyűjtővitéz Attila csaknem 20 éven át munkálkodott az anyagon. Mára a képeslapok száma eléri a 2000-et. Ezek között 1893 és 1945 közötti időszakból is vannak. A múzeumnak idáig 100-nál is kevesebb 1945 előtti Tolna megyei vonatkozású képeslapja volt. 15 éve együtt vagyunk, és hoztam neki egy Bátrai képeslapot, mert ő imádja Bátát, és hogy az igazgatónak is a kedvét csigázza, a Wosinski-Mohrnak írták ezt a képeslapot. Én viszont neked szeretném odaadni. Köszönöm szépen. És köszönöm mindent. Vitéz Attila magángyűjtő jelképesen egy értékes képeslap formájában köszönte meg Kápolnás Mária történész munkáját. A részben nemzeti kulturális alaptámogatásából és a múzeum önköltségéből megvásárolt képeslapgyűjteményt történeti forrásnak is tekinti a múzeum igazgatója. A magángyűjtő a képeslapok üzeneteivel hátsó oldalával nem foglalkozott, azt nem kutatta. Nagyon nagy jelentőségűnek gondolom ezt a műtárgyvásárlási akciónkat, hiszen maga a képeslap egyrészt forrásértékkel bír. Tehát a rajta lévő ábrázolás, a kép, az adott települések, hiszen itt Tolna megyének szinte az összes települése felbukkan, gyakran százas nagyságrendben ebből az időszakból, tehát olyan fotókat, olyan ábrázolásokat ismerünk, olyan épületekről, amik a mai nap, manapság már nem is feltétlen állnak, tehát helytörténeti jelentősége kiemelkedő. Fontosnak tartom azt, hogy ez idáig a múzeumunk újkor történeti gyűjteményében kevesebb, mint 100 darab képeslap volt, ehhez képest ez a 2000 darab, ez óriási szám. Úgy gondoljuk, hogy a korszakban kiadott képeslapoknak ez a legalább a 80-90%-át jelenti. Másik része, ahogy a képeslapnak a hátoldalán lévő, hiszen ezt valaki írta valakinek, ennek az adott időszaknak a társadalom történetéhez is nyújt adalékokat. Maguk a képeslapok önmagukban nem feltétlenül kiállítási tárgyak, viszont pont a forrásértékük miatt, meg részbeni publikálatlanságuk miatt nagyon jó hasznot fognak hozni részben a feldolgozáson keresztül helytörténet számára, másrészt kiállításainkon ezek a képeslapok bizonyára meg fognak jelenni, akár háttérként, akár önmagába tárgyként. Egyébként tehát az újkor történeti gyűjteményünket fogják gyarapítani. Vitéz Attila nagy energiát fektetett a képeslapok összegyűjtésébe. Megkönnyezte átadásukat, de annak érdekében, hogy ne kallódjanak el, úgy látta jónak, ha a múzeum gondozására bízza őket. Igen, én 2000-ben kezdtem el gyűjteni egy barátom unszolására a képeslapokat. Azt mondta, hogy rakjam el, mert ezek régiek, és később többet érnek. Hát én ezt meg is fogadtam, gyakorlatilag egyből beleszerettem, bár ugye korábban azt gondoltam, hogy ez egy női sport, de aztán nagyon gyorsan rájöttem, hogy egyrészt helytörténeti dolgokról beszélünk, másrészt pótolhatatlan dolgokról, harmadrészt pedig ugye régen ez volt a kommunikáció egyetlen eszköze.
Tehát ha egy család történetet meg akarom ismerni, akkor ahhoz kellettek a képeslapok. Ugyanúgy egy város, egy kis település történetét csak a képeslapok mutatják be. A kezdetekben ugye én nagyon sok helyre elmentem a képeslapok miatt. Pécsi vásár, régiségvásár, budapesti Bőrzék, rengeteg hely volt, ahol ugye ilyen régi tárgyakat értékesítettek, illetve hát külföldre is jártunk. Ugye a képeslapokat elküldték Magyarországról sok esetben külföldre, és ezeket utána kellett menni. Tehát beültünk az autóba, elmentünk egy régiségvásárba, és ott bizony találtunk. Majd jött az internet korszak, ugye olyan online piacterek, amik ma is működnek, és akkor innentől kezdve nem utaztunk, nem mentem én se sehova, hanem kiválasztottam otthon. Azt azért el kell mondanom, az jobb érzés volt menni és megtalálni, mint a neten keresgélni. Annak volt egy feelingje az utazásoknak. De ettől függetlenül azt mondom, hogy a gyűjteményem gerincét azt ez az online portálokon való vásárlás adta. Természetesen menet közben Szekszárdon kívül elkezdtem gyűjteni Tolna megye egyéb településeit. Ugye egy gyűjtő mindig belelkesül, így én is. De gyönyörű, de szép, különleges, ritka, sosem láttam, és így magamat is belegerjesztettem abba, hogy egyszer csak azon vettem észre magam, hogy több száz képeslapom van, ugye ezeket elkezdtem utána szépen rendezgetni, dobozba őrizgetni, és akkor jött az a gondolat, hogy ugye másnak is meg kéne mutatni ezt, és ekkor született az első könyv, és annak a sikere tovább vitt azon az úton, hogy ezt gyűjteni kell. Aztán pedig eljött az a pillanat, amikor olyan sok lapon volt, hogy el kellett gondolkozni azon, hogy mi lesz ezekkel. Ugye itt most 2000 lapról beszélünk, ami 2020-ban igen nagy számot jelent, mert ha ezt ma valaki össze szeretné rakni, ez a lehetetlenne legyen értékű. Viszont azt is látni kell, hogy egy ilyen képeslap gyűjteménynek nagyon sok kutatási területet még felvet, amit én már nem tudok elvégezni. Magyarul nem szerettem volna, hogy ez befejezetlen legyen, és azt szerettem volna, hogy szétesik a gyűjteményem, tehát magyarul, hogy tovább értékesítek bizonyos lapokat ebből, és így jött ugye a múzeum. És akkor, hogy mi volt előbb, ki akarta jobban, múzeum is szerette volna, meg én is szerettem volna, hogy jó helyre kerüljön ez a gyűjtemény. Tehát ma az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír azért, mert 20 év gyűjtését kvázi ezzel abbahagytam, nevet pedig azért, mert úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyre került, és valószínű a múzeum meg fog engedni, hogy néha majd megnézzem. A Vosinszky Mór megyei múzeum újkor történeti gyűjteményében ez idáig kevesebb, mint 100 darab 1945 előtti Tolna megyei vonatkozású képeslap volt megtalálható. A megvásárolt 2000 darabot számláló képeslapgyűjtemény, így a múzeum legjelentősebb műtárgyvásárlása az elmúlt évtizedből. A Sárköz tánc kultúrájának legszebb elemeit mutatták meg a Tájegységben működő együttesek Bogyiszlón. A Muharai Elemér Népművészeti Szövetség és a Bartina Néptánc Egyesület közös programjának célja, hogy a csoportoknak biztosítsa a fejlődés és a fellépés lehetőségét, egymástól tanulva pedig a Sárköz tánc hagyományainak továbbélését. A házigazda bogyiszlói együttes táncosai mutatták meg tudásokat a sárközi együttesek találkozójának nyitányaként. A program a Muharai Elemér Népművészeti Egyesület és a Bartina Néptánc Együttes közös kezdeményezéseként jött létre annak érdekében, hogy a helyi kevés fellépési lehetőséggel működő együttesek táncosainak nyújtson fejlődési lehetőséget. Szakmai találkozója a sárközi együtteseknek, ami nem verseny, bár három szakértőt hívtunk erre az alkalomra, az együttesek műhely munkájáról beszélünk. Az eredeti anyaghoz való viszonyukhoz mennyire sajátítják el, mennyire stílusos az előadás módjuk, hogyan építik fel az együttest, korosztályok, hogyan jelennek meg, milyen szakmai problémáik vannak. Zenében, viseletben, táncban, tulajdonképpen erről fogunk beszélgetni.
A dolog lényege abban van, mondja Héra Éva, hogy a különböző korosztályok hogyan tudják továbbadni egymásnak az értéket, melyet a tájegység népi kultúrája jelent. Lesz előttük egy példa. Látják, hogy más sárközi falvakban is hogyan él tovább a hagyomány, és ezért számukra szintén fontos lesz az, hogy Bogyiszló hagyományát és Bogyiszló tánc kultúráját éltessék. Láthatják azt, hogy más falvakban is él a kultúra, más falvakban is van tánc kultúra és hagyomány, és összetudják esetleg hasonlítani a bogyiszlóit, a különbségeket, hasonlóságokat fel tudják fedezni, és ezáltal saját maguk is élik ezt a kultúrát nyilván. Széles a tárháza annak, ahonnan az eredeti anyag felgyűjthető és feldolgozható. Mégis sokszor találkozunk azzal, hogy megragad egy táncos vagy egy együttes egy szinten, és abból nem képes tovább fejlődni. Ezt már a rendező Matokné Kapási Julianna mondta. Egy együttes életében nagyon-nagyon fontosak a megmutatkozások, mégpedig szakmai társaság előtt. Ez a szakmai társaság nem csak kifejezetten a zsűrit jelenti, hanem egymás előtti megmutatkozás. Én hiszek abban, és az 50 éves táncosságom is azt mondatja velem, hogy a tapasztalatszerzés, a másoktól való tanulás az egyik legfontosabb alapja ennek a munkának. Ha ezt valaki figyelmen kívül hagyja, akkor előbb-utóbb azt fogja észrevenni, hogy bemerevedik az, amit csinál, és gyakorlatilag nem fejlődik, hanem egy helyben tapog. Minden, mint a néptánc mozgalom is, egy örökké fejlődő mozgó valami, és ha ezek az együttesek egymást nem nézik meg, nem mutatkoznak meg, akkor előbb-utóbb nem tudnak fejlődni. Ez egy örök törvényű dolog. És éppen ezért kell rendezni ilyen megmérettetéseket, és a másik pedig az, hogy nem mindegyik egyforma minőségű, nem mindegyiknek egyforma a talaja, tehát nem mindegy, van amelyik csak helyi együttes, van amelyik már regionális szinten mozog, van aki országos szinten mozog, ez a minősége adja meg természetesen ezt a lehetőséget számára, és most például a Csóri Sándor programnak az alapvető célja az, hogy ezeket a kevés lehetőséggel bíró együtteseket is egy kicsit felpesdítse, megmozgassa. Én azt várnám, hogy ezt az együttesek meg is tegyék, hogy megnézik egymást, hogy tanulnak egymástól, még ha nem is adjuram Isten azonnal, hanem áttételesen valami olyan dolgot, olyan dolog ragad rájuk, amire nem is gondolnak. Ha más nem, akkor csak az, hogy az a másik milyen szép volt, az a másik milyen jó dolgokat csinált, azt próbáljak meg én is valami hasonlót. Van, aki él vele és felhasználja, van, aki most csodálkozik rá, hogy ilyen is van, van, aki a saját levében föl 20 éve és nem tudja, hogy ilyenek is vannak. Tehát persze, hát folyamatosan van fejlődési lehetőség, mert ezeket az anyagokat értelmezni kell, és mindenki saját maga agyával értelmezi. Minden mögött a hagyomány tisztelete és megélése van, mondta Héra Éva. Ha a helyi közösségből kivész ez a hagyomány, akkor az egész egy kiürösedett színpadi mozgalom, ami előbb-utóbb elhal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!